vezérlőt és az akkucsomagot kötjük össze. Van még emellett ugye kisebb csavarok még. Van emellett ugye egy vizsgálati jegyzőkönyv magáról az akkumulátorról. Ebben ugye ugyanúgy megtaláljuk a részletes ismertetőt, hogy mi a csomag tartalma. Ugye mindjárt kiemelem majd ezt a felső részt. Vannak az akkumulátornak a szélénél is ugye ilyen műanyag takaró lemezkék, azok ugye itt a lenti egységnél lesznek találhatóak, azt akkor mindjárt mutatom is. Azért van súlya az akkumulátornak, nem egy nagy művelet, de azért két emberes művelet tud lenni. Ugye ezekre gondoltam, ezek kerülnek az oldalára. Ugye amikor ezeket fölhelyezzük, ezt is csavarral rögzítjük hozzá, és amelyik oldalon ugye vezetünk el kommunikációs kábelt, vagy DC kábelt, ott ugye meg tudjuk vágni ezt a burkolatot, és akkor szépen fal mellett el tudjuk vezetni. Ez a két kisebb rész van benne, ugye ez ugyanez. És akkor maga az akkumulátor. Szóval kb. 50 kg egy ilyen akkumulátor, ha jól emlékszem. Szóval van súlya, mindjárt megpróbálom ezért kiemelni a dobozból. Hát, ha... Na, akkor ezt ki is vettük a dobozból, és akkor amit ugye látunk, amit először meg kell nézni, ezek a fönti részek ugye az illesztési pontok, erre fog ráilleszkedni először. Ugye azokat a lemezkéket, amiket látunk, azt mindjárt meg is mutatom, hogy az oldalsó részeknél ezekkel a lemezkékkel fogjuk összeilleszteni majd a többi modult. Ez most nem feltétlenül ide illik, de hogy a metódus az valami ilyesmi lenne. És akkor ezzel tudjuk összefogatni majd a modulokat, illetve a vezérlőt is. Ugye maga az akupak, az a DC oldalon, itt a jobb oldalán csatlakozik hozzá a többi modulhoz, vagy a vezérlőhöz. A kommunikációs rész az úgy néz ki, hogy mindegyiken ugye ugyanez a kinézete. A felső csatlakozó megy ugye vagy magába a vezérlőbe, vagy pedig ugye egy másik akupakba, és lentről kötjük ugye lefele. Maximum 3 darabot tudunk összerakni belőle. Értelemszerűen, hogyha alá kerül egy másik akkumulátorcsomag, akkor a megfelelő módon kötjük őket össze. Ami fontos, hogy itt a pozitív csatlakozó ugye a pozitívval megy össze, a negatív-negatívval, és mind a két csatlakozó ugyanolyan csatlakozó a végénél, szóval ez nem olyan, mint amikor a panelokat kötjük be, hanem itt megegyező a csatlakozóknak a két vége. És akkor igazából még itt az összeszereléshez, ami csatlakozik, ugye, hogy miután beraktuk a kábeleket, akkor ezeket az elemeket ugye csúsztatva fogjuk tudni felszerelni majd rá. Ezzel nem is húzom az időt, mert egy elég egyszerű dolog. Akkor áttérhetünk magára a vezérlőre, és akkor, hogy a vezérlőn hogyan is néz ki a csatlakoztatás, valamint mit rejt ott a csomagolás. Ugye mivel nekünk már össze van szerelve maga a vezérlő modul, ezért azt fogom megmutatni, hogy a checklista alapján ugye mik találhatóak benne, aztán majd szépen megmutatjuk az összeszerelt modulon is, hogy hol vannak ezek az alkatrészek. Ugye van maga a fő modul, ami benne van, van egy pozitív és egy negatív csatlakozó benne. Ugye a másik része azért van csak egy-egy darab, mert kábelt ugye kell készítenünk, amivel az invertert kötjük majd össze. Az inverterhez is van ugye csomagolva
egy darab pozitív és negatív csatlakozó is. Így ezzel a metódussal, ugye mondom még egyszer, fontos, hogy a két kábelnek a vége az pozitív-pozitív és negatív-negatív, és ilyen módon fogjuk hozzákötni magához az inverterhez. Ugye van egy kommunikációs csatlakozó, mivel itt már nem RJ45-ös megoldással fogjuk összekötni az inverterrel, ezért ehhez külön van kommunikációs csatlakozó is. Ugye ebben található meg, amelyikben a vezérlő modul van, abban található meg ugye a talapzata az egésznek, szóval az alsó része is abban található meg, amire ugye felfekszik az egész. Itt is ugye a csomagolás részei maga ez a falhoz rögzítő, illetve a modulokat egymáshoz rögzítő fémszerkezet, vagy ilyen fémrészek, a csavarok, ugyanúgy ezek a műanyag oldalelemek, és igazából a talapzathoz is, ami van, ilyen kis elem, ehhez is van egy kommunikációs kábel, mivel magát a vezérlőegységet, az akkupakkal, azt ugyanúgy a bal oldalán lévő RJ45-ös csatlakozóval kötjük, emellett ugye földelő kábel is van hozzá, amivel ugye a vezérlőt a modulhoz kötjük. Van hozzá ugye egy ilyen templét is, ami ilyen segítség, hogyha mondjuk jelölve van rajta, hogy milyen magas, és milyen magasak ugye az akupakok, milyen magas maga a vezérlő, hogyha ezt a falhoz rögzítjük, akkor ugye előre tudjuk fúrni a lyukakat a megfelelő helyekre, és ugyanúgy, ahogy az aksihoz is, ehhez is ugye a certifikétje, a tanúsítványa benne van. Akkor megmutatom magán a modulon, ami már nekünk össze van szerelve, hogy akkor hogy is néz ki ez az egész. Ugye ezen az oldalon, a jobb oldalán található, amit mondtam ugye, hogy itt fekete színnel látszik, hogy hova kell, hogy hova kötjük be az invertert. Ugye a másik oldalon, ahol a modulokat kötjük össze, ott kék színnel vannak jelölve ezek a csatlakozók. A kommunikáció, ami az inverter és az akkumulátor modul között van, az ugyanúgy szintén a jobb oldalán található. Itt van ugye a leválasztó szerv is, valamint van benne egy biztosíték is. Abban az esetben, hogyha mondjuk eszközhiba lép fel, mondjuk az inverter romlik el és akkus rendszer van, akkor a szervizközpont fog küldeni automatikusan, hogyha jelezzük nekik, hogy van akkumulátor is, akkor fog küldeni az akkumulátorhoz is biztosítékot. Ne találtál, hogyha mondjuk elszállt volna az akkumulátornak is a biztosítéka, akkor azt is ki tudjuk cserélni. Jó, és akkor megnézhetjük a vezérlőnek ugye a másik oldalát is, ahol magát a... ahol magát az összekötést tudom megmutatni. Ugye, mint mondtam, hogy ezen látszik, hogy itt a kék csatlakozók vannak ezen a bal oldalon. Ugye, amielőtt felhelyezzük, van benne itt egy ilyen kis eszközünk segítség a behelyezett kupakoknak az eltávolítására. Ugye a vezérlőt is ugye jár hozzá egy RJ45-ös kábel, amit hozzákötünk az alsó modulhoz. Ugye ezt nem kell külön ugye az ereket bevezetni, hanem ennél ugye csak gyors csatlakozással hozzákötjük. És akkor így néznek ki ezek az összefoggatások, amikről beszéltem. Ugye fontos, hogy ne erre az oldalra kössük be magát, ugye, mert itt fönt is található, vagy följebb is található ugye ilyen fekete színű kábelezés. Ez arra szolgál, hogyha esetleg akkumulátorokat helyezünk egymás mellé, ezt úgy értem, hogy mondjuk két 15 kW-os csomagot helyezünk egymás mellé, akkor a másiknak a jobb oldalán lévő elmenőt fogjuk bekötni ide. És azzal lesz biztosítva, ugye, hogyha mondjuk itt a túloldalon van egy másik akkumulátor is, azzal lesz biztosítva ugye a szakaszvédelem, hogy annak a biztosítékánál ugye ott jön el az elmenő, ide jön be, és akkor innen kötjük tovább ugye a jobb oldaláról majd az inverterhez. Ugye amit még mondtam, hogy ugye a talapzati rész az ugye a tetejében van, ezen is ugye ilyen
bepattintós, ezen ilyen bepattintós megoldás, a középső és a felső elemnél ugye ilyen csúsztatós megoldással tudjuk felhelyezni ezeket az oldalelemeket. És akkor áttérhetünk szerintem a kommunikációra, illetve a bekötésre, beüzemelésre. Aztán akkor megnézzük, hogy a Fusion Solaron hogyan is néz ki ez. Akkor át fogok térni most, majd mindjárt megosztom a képernyőmet, és akkor megmutatom, hogy hogyan néz ki a bekötése. Egy pillanat, hogy ameddig itt... Jó. Most nem tudom, látszik? Most még nem. Most igen. Igen, most. Oké. A bekötés az úgy néz ki, ugye a mutatok képet is, ezt magáról az akkumulátorról, vagy az akkumulátoron készítettük, hogy a pin kiosztás az ugye a jobb alsó sarokból indul az egyes, és akkor ugye azonos oldalon ugye fölmegy 5, és akkor utána 6, és az egyes mellett a 10-es. Ezt csak azért raktam föl, mert ugye logikusan, vagy logikusnak tartaná az ember, hogy ugye ahol a 6-os van, ott kezdődik az 1-es. Na most ebben az esetben ugye ez nem így van. Magáról a mi bekötésünkről vannak fényképek, ezt is csak ilyen szemléltetésnek mutatnám meg, hogy én hogy kötöttem be. Aztán majd mindjárt itt a színkiosztás az úgy is változhat esetenként, eltérhet. Én ezt csak egy sima katötös kábellel kötöttem be. Ez meg az inverter oldalán a bekötés. Ugye itt, ami még pluszban benne van az RS485-ös kábelen keresztül, ugye az a power méter maga. Ez ugyanoda csatlakozik be, ahova az akkumulátor is, szóval a 7-es és a 9-es, ezen látszik ugye, hogy mi a számozása. És akkor megmutatom ezt az olasz kollégák készítettek egy, ez talán nem is az. Az olasz kollégáink készítettek egy dokumentumot, ez le lesz fordítva majd magyarra és angolra is. Most még nincsen lefordítva, de ezen látható maga ugye a bekötése, hogy hogyan is kell bekötni az akkumulátornál, illetve az inverter oldalon. Ugyanez a bekötés ugye az egyfázisú inverterre is, az L1-es inverterre is fönt van, illetve az M1-es háromfázisú inverterre is. Na most ugye itt van egy enable minus enable plus, ami a 2-es 3-as pinre megy. Szerintem ezt meg is tudom mutatni ugye itt a magának képen, hogy nálunk hogy néz ki. Ugye ebben az esetben, hogyha ezt a képet is nézzük, ugye ezt a másik képet nézzük, ugye a 2-es 3-as pinre megy, akkor az látszik ezen a másik képen, hogy az enable minus plus, ez a 2-es 3-as pin. Ugye még egyszer mondom, hogy fontos, hogy ugye nem erről a részéről indul a számozás, hanem alulról indul a számozás. Hogyha úgy kötnénk be, hogy mondjuk azt vesszük 2-es 3-asnak, ami föntről jön le, akkor nem fog elindulni az akkumulátorunk. Ezért fontos az, hogy ugye megfelelő sorrendbe kössük be ezeket a vezetékeket. Ugye enable minus, enable plus, majd utána az A kommunikáció és a B kommunikáció, de ezt az ábrán visszatérek, és akkor ott újra megmutatom. Ugye az A kommunikációs vezeték és a B kommunikációs vezeték. Ez az inverter oldalán ez ugye úgy néz ki, hogy a B a 9-es, az A a 7-es, és akkor van egy GND, amit ugye nem szükséges, vagy igazából ide beköthetjük az enable minuszt, és van egy enable plus, meg a 11-es,
és akkor ez az inverter oldalán, három fázisúnál ez így néz ki, ugye, hogy a 7-es az A, 9-es B, és akkor 11-13 meg az N-ből mínusz, és az N-ből plusz. Ugye a csatlakozó maga, a kommunikációs csatlakozó, az ilyen gyorsbefogós, hogyha a kis gombokat, amin a számok vannak, hogyha ezt benyomjuk, akkor tudjuk behelyezni ugye a vezetéket, utána az odaszorítja a benne lévő ilyen kis fém rész vagy lemezkék, összeszorítják ugye a vezeték véget. Elég nehéz kiszakítani vagy kirángatni belőle, de maga ugye a csatlakozó belekerül ugye a vízálló kis kupakba, vagy ilyen vízvédős kupakba. Ebben is van ugye egy ilyen leszorító rész, kvázi ugye a csatlakozót nagyon nehéz kitépni, vagy szakítani magából az inverterből, hogyha komplet felszereltük. Jó, igazából még itt az egyes, vagy arra tudnék még ugye kitérni, hogy hogyan néz ki egyfázisú inverternél is, de ezeket a dokumentumokat, amikor lefordítottuk, szerintem el fogjuk küldeni mindenkinek, és akkor ez alapján mindenki biztosan és biztonságosan meg tudja csinálni ugye ezt a kiépítést. Itt ugye ami még látszik benne, ami egy hasznos dolog, hogy itt ugye mutatja magát a DTSU 666 hát is, hogy ugye párhuzamosan van még hozzá bekötve. Így az egész rendszert ugye egy ilyen, ez alapján, a dokumentum alapján ugye akkumulátorral és powermeterrel elég könnyen ki lehet építeni. Szerintem át is térhetünk akkor magára a beüzemelés részére. Szerintem indítható. Aha, stop sharing. Oké. Okay. Jó. És akkor most akkor ugye a Fusion Solar applikációs beüzemelést fogjuk megnézni, és hogy ez milyen lépésekből és beállításokból áll akkor. A beüzemelésnél ugye hasonlóan, mint az előző Fusion Solar applikációnál is volt, ugye repülőgép üzemmódba kell rakni a telefonunkat, hogy a device commissioning menüt elérhessük. Ugye ez a 7.0-as verzió, az akkumulátoros rendszereket a 7.0-as verzióra fogjuk tudni csak föltelepíteni, mert ott fogjuk elérni őket. Ugye már a management system felület is változott, az is már a 7.0, és akkor megjelenik, én már hozzácsatlakoztam, de connectre tudunk nyomni, és akkor szkenelni az eszköznek a QR kódját az oldalán. Hozzácsatlakozunk ugye a Wi-Fi hálózatához. Ezután belépünk az inverterbe. És akkor ugye, hogyha elvégeztük az akkumulátornak a bekötését, az RS485-ös bekötést is, akkor elméletileg a kommunikáció már fennáll. Ugye itt végigmegyünk újra most a beüzemelési részénél. Ezt lehet egybe is végezni, hogyha az inverterrel egyszerre, vagy az optimalizálókkal egyszerre üzemeljük be. Ezt akkor ugye egy kalap alatt meg tudjuk csinálni az egészet. Ugye itt kell látnunk, hogyha minden rendben van, akkor ugye az akkumulátort is itt zölddel kell jeleznie. Hogyha elkötöttünk valamit, de mondjuk elsőre jól kötöttük be, akkor lehet, hogy ki fogja hozni, de ugye mindenképpen itt a sarokban lévő résznek itt zöldnek kell lennie. És mint látjuk, ugye itt fönt bejön egy új menü, ami a beüzemelésnél nem volt, ami meg az akkumulátor beállításai lesznek. Na most itt az akkumulátor beállításainál három menü közül választhatunk. Van egy maximális saját felhasználású, amikor az energiát mindenképpen ugye mi fogjuk felhasználni. Van egy olyan menü, amikor
amikor ugye a teljes mértékben a túltermelt energiát azt a hálózatra küldi rá, illetve van egy olyan menü is, aminél be lehet állítani, hogy mikor töltse az akkumulátort, illetve mikor kezdje el lemeríteni az akkumulátort. Itt ugye több ilyen, én már létrehoztam ugye példaként egyet előre, itt van olyan ugye, hogy 0 órától, vagy hogy éjféltől ugye délig töltse az akkumulátort, itt ugye tudjuk változtatni, hogy hány órától hány óráig, azt is lehet, hogy csak 4 óráig töltse az AC oldalról. Ilyenkor ugye reggel akkumulátorról fogjuk használni, vagy akkumulátorról tudjuk használni a rendszert, illetve tudunk itt ugye megadni olyat is, hogy töltse, vagy merítse. Nyilván itt van olyan intervallum, amikor nem vagyunk otthon, akkor be lehet állítani esetleg azt, hogy a 12 órától mondjuk nem vagyunk otthon, vagy 10 órától nem vagyunk otthon, és akkor, hogy kezdje el meríteni az akkumulátort mondjuk 2 óráig, mert én tudom már, hogy 3-4 körül haza fogok érni, akkor 2 órát töltötte az akkumulátort. 5 kW-os rendszernél ugye, hogyha teljesen csúcson van a termelés is, akkor körülbelül egy óra alatt föl tudja tölteni az akkumulátort is, így elég, hogyha 1 órával előtte ugye teljesen feltölti. Ugye itt még két egyéb beállítás van, van mindegyikhez ugye magyarázat. Ugye ez is ugye arra irányul, hogy az energiának milyen prioritással kezelje, ugye, hogy töltse vagy merítse az akkumulátort, illetve hogy mekkora maximálisan mekkora teljesítménnyel merítse az akkumulátort. Ugye 15 kW-ot lehet összerakni egy rendszernél, illetve két akkumulátort lehet párhuzamosan összekötni, ebben az esetben 30 kW van. Maximális ugye, amit be tudunk állítani, az 10 kW, amit ugye a hálózatra tud küldeni. Igazából ennyi, amit a telefonról látunk most itt a beüzemelésnél beállítást. Itt ugye ugyanúgy ugye hozzá kell kötni magához a Fusion Solarhoz. Ez ugye az INTL-es szerverre fog rámenni. És akkor itt látjuk, hogy milyen eszközök vannak, az optimizereket is megtalálta, magát az akkumulátort is. Nekünk itt most egy 5 kW-os órás rendszer van telepítve. Ugye 15 kW-óráig mi is tudnánk, mi 5 kW-tal teszteljük ezt a rendszert most. Jó, és amiután elvégeztük a beüzemelés részét, itt a maintenance-en belül fogjuk megtalálni az Upgrade Device menüpontot. Fontos, hogy a frissítési szekvencia az legyen, hogy először az invertert fogjuk lefrissíteni. Abban az esetben, hogyha optimalizálós rendszer van, fontos, hogy az invertert szintén frissítsük le előre, majd utána fogjuk lefrissíteni a dongle-t, és utána fogjuk lefrissíteni magát az akkumulátort. A dongle-t azt úgy tudjuk frissíteni, innen nem érhető el, olyankor a közvetlenül a dongle-höz kell csatlakozni, amit úgy érünk el, hogy amikor az invertert kikapcsoljuk, bekapcsoljuk, akkor egy pár percig, 3 percig, hogyha jól emlékszem, felfedezhető a dongle, csatlakozunk hozzá, és azon belül tudjuk lefrissíteni. A dongle frissítése az jelenleg még nem automatikus. A jövőben a frissítésekkel ki fog jönni az is, hogy azt is automatikusan el tudjuk majd végezni. Külön kell ugye a viszonteladóktól bekérni, vagy a szervizközponttól a frissítési fájlt, amivel le fogjuk tudni frissíteni a dongle-t. Ez azért fontos, mert a dongle-on lehet régebbi firmware, ami még nem támogatta az Axis rendszert, ezért nem biztos, hogy felismeri a régebbi firmware-rel a dongle az akkumulátort. Ezért mondtam, hogy ugye frissítési szekvencia van, először lefrissítjük az invertert, majd a dongle-t, és utána tudjuk lefrissíteni az akkumulátort. Az akkumulátor frissítése relatíve még sok időt vesz igénybe, illetve a jelenlétünk szükséges hozzá. Fél óra körülbelül a frissítése. Ez úgy történik ugye, hogy letölti a frissítőfájt, azt küldi az inverternek, és az inverter küldi az akkumulátornak.
Na most egy következő frissítésben, vagy a következő frissítésben várható már az is, hogy ezt a frissítést ezt nem kell megvárnunk, most még meg kell várnunk, de az lesz a jövője ennek, hogy az inverternek elküldjük a frissítőfájt, és az inverter majd szépen le fogja frissíteni automatikusan az akkumulátort akkor, amikor éppen ugye nincsen ez használatban, és akkor így ugye megkímél minket attól, hogy fél órát kell ott várni, ameddig befejezi a frissítést. Ennyi lett volna igazából maga a beüzemelés része, illetve a frissítés része, és akkor most át tudunk térni magára a management részre, és akkor meg tudjuk nézni, hogy ott milyen beállításokat találunk a Fusion Solaron, illetve hogy ott hogyan néz ki az akkumulátoros rendszerünk. Akkor ugye beléptünk az új Fusion Solar felületre, és akkor megnyitjuk a rendszert. Ugye már itt a kezdőképernyőn láthatjuk, hogy az akkumulátor az be van kötve, optimizer szintén be van rakva. Itt ugye ír nekünk egy olyat, hogy ugye nincsen konfigurálva maga a string, nem ismerik a string kapacitásokat, ez a kis ilyen információ eltűnik, hogyha beállítjuk, ugye, hogy milyen teljesítményű, milyen panelok, paraméterek, illetve ugye az IV kör funkcióhoz is ez egy fontos rész, hogy megcsináljuk. És akkor itt már látjuk a komplett rendszerünket. Most ez nekünk online van ez a rendszer. Ugye itt megjelenik maga az akkumulátor is, látjuk, hogy 100%-os töltöttsége van, mi ezt feltöltöttük, ugye nem nagyon használjuk itt, vagy nem is nagyon tudjuk használni semmire. Az irodán belül már nincsen külön olyan eszköz, amit táplálnánk vele. Ugye itt látjuk az összes akkumulátor paramétert. Látjuk ugye a valós időben is, hogy most éppen mennyi a töltés, vagy a merítése az akkumulátornak, hogy mekkora a feszültség szintje, töltöttségi szintje. Ugye, hogyha több modult installálunk, akkor a több modult, ugye itt a battery unit number van, hogyha több modul lenne, akkor lenne egy number 2 is, meg egy number 3 is, szóval, hogy egyes számú, kettes számú és hármas számú akkumulátor. Itt a troubleshoot részben fogok beszélni arról, hogy maga a kijelzőn ugye hogy jelennek meg ezek a modulok, mert ott is láthatóak. És ugye látjuk ugye a hőmérsékletét, minimum, maximum hőmérsékletét, és sok-sok egyéb adatot is. Ugye maga a beállítása is lehetséges, szóval, hogy innen is be tudjuk állítani magát az akkumulátornak a tulajdonságait. Itt a device managementen belül fogjuk tudni ezt megtenni. Ugye itt látjuk, hogy itt van egy ilyen kis plusz ikon, ugye az M1-es rendszert fogjuk megnyitni, itt lesz egy plusz ikon, és az alatt listázódik ki ugye maga az akkumulátor is. Akkor ezt az akkumulátornál itt be fogjuk állítani, a set paraméterszel fogjuk beállítani a paramétereit, és akkor itt már neki is tudunk kezdeni. Maximum charge power, ugye a maximum töltési teljesítmény, az nekünk itt 2000 wattra van állítva. Lehet itt ugye változtatni, itt megvannak adva, hogy mekkora skálán tudunk mozogni, itt ugye 0-tól 2500 wattig tudjuk állítani a töltést, illetve a merítést is. Mikor fejezze be ugye a maximális töltést, ezt nem feltétlenül kell 100%-ra hagyni, ugye érdemes mondjuk 5%-kal alálőni, illetve itt is ugye nem hagyni, hogy teljesen lemerüljön az akkumulátor. Ez a menürész ugye a charge from AC, ez jelenteni azt, hogy ugye töltse-e az AC oldalról. Abban az esetben, hogyha mi beállítjuk ugye a mobilon belül
azt, hogy milyen időpontokban töltse, akkor fogja tölteni, akkor, hogyha itt ez ki is van kapcsolva. Operation mode, ugye maximum self-consumption, vagy fully fed to grid, mi itt ugye a maximum self-consumption fogjuk választani, hogy mi fogjuk ugye elhasználni a saját energiánknak a nagy részét. Itt van egy lehetőség ugye force charge, vagy discharge-ra is, ez azt jelenti, hogy ugye erőltetetten tölteni akarjuk, vagy meríteni az akkumulátort. Ugye itt ugye, hogyha mondjuk a charge-ot választjuk, akkor ugye be tudjuk állítani, hogy hogy erőltetve ugye mekkora teljesítményen töltse, itt is ugye egy 0-tól 2000-es range-et tudunk kilovattban állítani, vagy 2 kilovattos range-et tudunk állítani. Ugye itt lehet választani a között, hogy itt hogyan fog ez megjelenni majd nálunk, hogy energy-be szeretnénk megadni, vagy időben szeretnénk megadni. Időben be tudjuk állítani, ugye, hogy hány percig történjen ez, illetve hogy mi legyen az a százalék, akkumulátor százalék, amit el kell érnie. Nyilván ugye 95-et állítunk mondjuk, és hogy ezt 100 perc alatt tegye meg. Ugye lehetne ugye több ilyet is beállítani, hogyha nem teljesen 100%-ra töltjük, akkor mondjuk egyszer csinálunk neki 50%-os töltést, amit mondjuk 30 perc alatt ér el, és akkor be tudjuk állítani, ugye, hogy mennyi idő alatt történjen meg utána egy merítés, vagy egy újabb töltés. Jó, beállítva ugye ezeket a paramétereket, ezt most én visszajavítom nullára, illetve stopra. Szóval ezek a beállítási lehetőségei vannak ugye innen. Mint láttuk, ugye, ami a különbség a mobil alkalmazás felülete, illetve a Fusion Solar felülete között, az az, hogy ugye ott pontosan időablakokat tudunk megadni arra, hogy mikor töltse vagy merítse az akkumulátort. Ez ugye hasznos lehet mondjuk egy esti töltésre, vagy egy esti lemerítésre, hogyha esetleg nap végén is mondjuk 100%-on van még az akkumulátorunk, mert nem használtuk el az energiát, vagy nem vagyunk otthon, akkor ugye az egészet tudja a hálózatra termelni, hogyha nem vagyunk otthon, és akkor ezt be is tudjuk állítani. Jelentkezek, ez lenne az utolsó ilyen kis videó részünk. Nem vagyok benne most biztos, hogy ebben a videóban benne van-e maga a user manuál, vagy a user manuálhoz ugye ilyen leírás, hogy milyen hibakódok vannak, de alapvetően a user manuálba ugyanezeket a hibakód leírásokat megtaláljuk, hogy ugye milyen LED jelzésre milyen problémát tapasztalhatunk. Szerintem indíthatjuk is a videót, és akkor ezt meg majd akkor meg tudjuk mutatni a végén, vagy hogyha kérdés van ezzel kapcsolatban, hogy hogy is néz ki, akkor ezt meg tudjuk mutatni majd. Na, itt előidéztünk, hogy meg tudjuk mutatni ugye egy ilyen problémás állapotot. Ez ugye most jelzi azt, hogy steady-be van, kommunikációja az nincsen most, és ugye, mint látjuk itt a napocskánál, ott ugye pirosan villog gyors intervallumban a közepe. Ugye alapvetően, hogyha gyors intervallumban villog, ugye a zöld is, vagy a piros is, ez azt jelzi, hogy valami külső probléma van, de ez ugye utalhat most ebben az esetben arra is, itt amit most szimuláltam ezzel, hogy ugye én a modul és a vezérlő között a negatív csatlakozót kihúztam, illetve a kettő közötti kommunikációt is eltávolítottam, valamint az inverterrel való összeköttetést szintén ugye megszüntettem. Így ebben az esetben ugye tudtunk szimulálni egy ilyen hibát. Visszadugdosom ugye a kommunikációt, illetve a kábeleket, és akkor visszaállítjuk helyes állapotba. Ugye már egyből ugye visszaugrott, hogy akkor most érzékelte, hogy nincs is akkora probléma,
minden rendben van, visszadugjuk ugye az inverterrel való kommunikációt is, és akkor viszonylag gyorsan ugye visszaáll a helyére a rend. Ez csak egy ilyen kis bemutató akart lenni, ugye, hogy a LED jelzések mit tükröznek. Ugye abban az esetben, hogyha valamelyik modul hibásodik meg, akkor már kattant is, és akkor látjuk, hogy most akkor ugye normális üzembe került. Abban az esetben, hogyha valamelyik modul hibásodna meg, ugye maga a BMS az érzékeli, és az első három LED az nem szintjelzésre való, hanem az jelzi ugye magát a modulokat. Hogyha valamelyik modul meghibásodik, akkor azokon a ledeken fogja piros, vagy azokon a ledeken ugye piros színűre vált át. Többi LED jelzi ugye magát a töltöttségi szintet, illetve hogyha éppen töltünk rá, akkor ugye a napocskának a széle is elkezd világítani, és akkor látjuk, hogy éppen az akkumulátorra tölt a rendszerünk.